Teremtő Istenem, biztos, hogy ezt akarod? A te gondolataid ezek, vagy halandó ember hiába való fellengérezése? Uram, ha hagytad megírni, akkor én kiszögezem. Látom, atyám. Hát maga mit csináljuk? Na, te mindegy is, hát a vasárnapi Isten tiszteletről szeretném kérdezni. Nagyon szépen predikál, de én mindig nem értem alatt. Magyarozzál már nekem százszor. Mi folyik itt, atyám fiai? Talán valami lázadást szerveztek? Tekintetes, frigyes atya, nem lázadunk mi, csak az igazságot keressük. Az atya milyen igazságot keresel te? Azt, amit Krisztus hagyott nekünk. Mi van ott a kezedben? Csak az, amit akarom, hogy mindenki lásson. Olvas hát fel belőle. Mikor Urunk és Mesterünk azt mondta, térjetek meg, azt akarta, hogy a hívek egész élete bűnbánatra térés legyen. Máté 4.17. A bűnbánati egyházjogszabályok csak az élőkre érvényesek, és azok szerint halandókra semmi sem szabad kirólni. Csak annyi bizonyos, hogy a ládában megcsörrenő pénz által nagyra nőhet a haszonlesés és a kapzsiság. Az egyház közben járó szolgálatának eredményessége azonban egyedül Isten jótetszésétől függ. Ha azt mondod, Márton atya, hogy mindenki a saját nyelvén olvashassa a Szentírást, akkor én is értenem. És ha azt mondod, hogy a bűnbocsánat is rendben van, akkor nem kéne minden pénzemet cédulákra költeni, és tisztességesen eltartatlan a családom. Jól vigyázz, Márton! A pápa bírálása könnyen kiáltozásra járhat. Ellenben megvallom neked, tetszenek a szavaid. Már nekem is elegem van mindezekből, s abból is, hogy annyi pénzt fizetek az egyházi kasszába. A vállalod, amit írtál, az én támogatásomra számíthatsz. Luther Márton vállalta tanait. És bár nem egyházszakadást akart, hanem egyházon belüli megújulást, az által indított mozgalom elterjedt egész Európában. Elterjedt egész Európában, és az addigi egységes katolikus egyházat is több része szakította.